Ünnepélyes szalagátvágással adták át az 5,2 km hosszú kerékpárutat Nyírgyulajban. A közlekedés biztonsága és a baleset megelőzés szempontjából is hiánypótló beruházás született, amely Nyírgyulaj és Nyírbátor települését köti össze. Ennek a kerékpárút építésnek a szükségességét, fontosságát azt gondolom, hogy senki nem vitatja. Az úton napi közel 3000 darab gépjármű halad át, ez a mennyiség már önmagába véve is potenciális veszélyforrást jelentett az itt közlekedőkre, de különösen a kerékpárosokra és a gyalogosokra. Számszerűen nem tudom megmondani, de tudom és látom, ahogy többen munkába járáshoz használták korábban az utat, most már a kerékpárutat, ők azok, akik igazán értékelik és érzik ennek a fejlesztésnek a fontosságát. A folyamatos kamion és gépjárműforgalom miatt fokozott veszélynek voltak kitéve a településen gyalog és kerékpárral közlekedők, de a jelenlegi beruházással egy új korszak kezdődik a lakosság életében. A további fejlesztésekkel együtt a Nyírségben hazánk egyik legnagyobb kiterjedésű, egybefüggő kerékpárút hálózata jöhet létre. A következő 7 éves fejlesztési ciklusban is a területi operatív program lesz a gazdája a kerékpáros fejlesztéseknek, olyannyira, hogy befogadtuk a Révisz Máriusz kormánybiztos úr által vitt Aktív Magyarországért programot is, tehát az a program rész is országosan ez több mint 50 milliárd forintot jelent kerékpárút fejlesztésre, az a TOP keretében mi fogjuk gondozni, és ilyen módon biztos vagyok benne, hogy további ehhez hasonló, nagyon fontos fejlesztéseknek tudunk lehetőséget adni a megyei önkormányzat részéről. A térségben 19 kerékpárút szakasz kapott zöld utat, a korábbi uniós ciklusban 9 szakasz épült meg, míg az elmúlt 4 évben 10 kerékpárút készült el. Balkovics László innovációs és technológiai miniszter elmondta, a legfontosabb a közlekedés biztonsága és a környezet megóvása. A kormány az elmúlt években jelentős energiát és pénzt fektet abba, hogy kerékpárutakat építsünk. 1600 kilométer kerékpárút épült meg eddig, és hát ennek az egyik következménye, hogy Magyarország Európában a harmadik leginkább bicikliző nemzet, a hollandok és a dánok után. Ez meglepő, de valóban így van. Ennek a feltételrendszerét biztosítjuk. Ha megnézzük azt, hogy Magyarországon hol bicikliznek legtöbbet, az Alföld, ez nem véletlen, hogy ez alába, ez egy kicsit nehezebb, mert fölfele is kell menni partnak, és ez egy kicsit bonyolultabb ügy, de az Alföldön ez teljesen tipikus közlekedési formával vált, és a kormánynak meg az a dolga, hogy ezt támogassuk. Támogassuk azzal, hogy bicikliutakat építünk, és megpróbáljuk ezeket utána nyilván karbantartani. Itt a magyar közútnak nagyon fontos feladat, hogy a bicikliutnak ez az állapota nem csak a megépítésén ne legyen így, hanem utána ugyanígy biztonságosan és megfelelő körülmények mellett tudunk kerékpározni. A tárcavezető elmondta, hogy a kabinet fontos feladatának tartja az utak karbantartását, hiszen csak így lehet a megfelelő körülményeket biztosítani a kerékpáros forgalomnak. A most átadott bicikliút a Nyírbátori Ipari Parkot is elérhetővé teszi a helyiek számára.